Mi van, te kukker? Figyelj, ki azt nézed. Gerészti praktikák. Ez 50 kilós pont. Gerészti praktikák. Ja, úgy megy, mint állat. Ne engedd be. Faszi. Ez ahol? Oda vakuljál. Mindjárt feljön. Hova indulsz? Szőkemester. Úristen, megfutom oda. Igen. Ne vicceld el, jó? Vicces. Ez durva. Arra kell figyelni, hogy 22-es főzsinórra, Pro Kartmax főzsinórra horgászunk, értitek? És Flowcarbon 18 és feles előké. Horog előkével. Hányos horog van rajta? 8-as horoggal. Owner horoggal. Természetesen szálka nélküli. Természetesen. Azt kell tudni erről a vízről, hogy nagyon szép. Ja. A minimális belépő 25-30 méter. Különben a tó átlag sekélysége 50 cm. Így van. Mert mélynek nem mondhatni. Jó, tesó, most már hozzá azt a pontot, mert uncsi ezt a kamerát itt tartani. Ott van, bakker. Nem lesz az olyan kicsi. Nem, hát. Szerinted viccelek? Nem. Szerinted csak így állok? Persze. Nem egy éjszakai. Ja. Nem egy 11 kilós, de... De szerintem lesz egy 4-es. Biztosan. Remélem. Na. Aztán... Betárázzuk a mérlege. Természetesen, ahogy szoktuk mindig. És lemérjük. A ponty matrasz segítsége. Hogy megy még mindig? Tesó, ne szívjad már véremet. És ez mekkora van, nem áll? Jézus Mária. Viszi? Most. Be van állítva a kellő fékbeállítás. Annyira jó az orvos, hogy kézzel kell adagolni a zsinót. De ez nem baj. Nem, csak így biztosabbra megyek már. Ilyen lidlis. Lidlis az orsó, sajnos. Igen, valahogy megakad. Ezért szoktam inkább a simán orsókat előnybe díszíteni. És hát ugye mindegyik orsom simán orsó. Most ez egy DS Pro. 30-as. Visznek is rossz című. Igen. Na jó, térjünk vissza. Na, térjünk vissza a tájra. A lényegre. Mindjárt megpipultatom. Készítem a szákot, majd egy fél óra múlva. Azt szeretném még elmondani, hogy ha megnézzük a Bosch picét, hihetetlenül jól dolgozik. Igen. Szóval ez a 345-ös Ambition fél, ez nagyon adja. Különben nem rossz tényleg. Jó, hogyha féket is engedni. Hallod, mekkora az a pont, te hülye vagy, bazd meg! Jézus Mária! Hallod? Nehogy elcsázz, kurva életben. Úgy kifeszített a vizét. Jézus Mária. Botot. Az etetés. Ez az etető ez rakétázásnak az eredménye, van. Amit reggel végeztem. Amit reggel elvégzett Szők András. Majdnem kiakaszt a zsinó a klipszel, de mivel a kezemben a távolság, ezért nem akasztottam ki. Most már mindjárt feljön. Jézus Mária, mekkora de szép. Hát ez van vagy 4 kiló. Ú, bassza meg de szép. Nem tudja, látszik a kamerában valami. Vagy megye még. Megy még. HD felvétel, az azt jelenti, hogy High Definition. Utolsó kirohanás. Úgy viszi, mint a barom.
nem utolsó kirohanás, az még úgy látom. Ó, de szép a farka, basszus, milyen nagy. Ó, ez szép tesó, nagyon szép ez a ponty. Szép kis tőponty. Pityka mester. Így van. Meg a rudimetár. Tejfi. Tejfi. Atya úristen, mekkora. Megvan, gec. Megvan. Nagyon szép. Várj. Óóó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 
Hülye vagy? Mi van? Azt mondja, húzzad, bazd meg. Gyenge vagy. Gyenge vagy, azt mondja, matracra. Nem már ekkora tesó, hallod? Majd nagyon fénylik ez a halácska. Teljesen a szája szélbe akadt. Akadás tökéletes. Hol a csali? Sehol? Csali. Csali. Ilyesett valószínű, nem baj. Vedd le a vizéről. Várjál csak, kell egy kis víz a matracra. Ennyi. De szép! Fertőtlenítsed, fiam. Fertőtlenítés. Nem látom a kezedtől. Várjál. Pont. Jó. Kend be kicsit. Jó. Fogsa. Gyönyörű szép. Fertőtlenítés megtörtént. Ezt a... Vidd el a botot, és mérjük meg. Hát a mérlegelés. Nagyon szép putyka vagy, bakker. El kell fordítani. Így. Matracra. Hát a matrac szélesség az 80 centi. Úgyhogy nem vagyunk nagyon rosszul. Össze. Fogjuk a matracot. Belakasztam még ma a tesó. És megmérjük, hogy 8 kg, az azt jelenti, hogy 5 kg, mert 3 kg matrac. Köszönjük így szépen. Van. Jó, vedd le. És akkor vedd át a kamerát, légy szíves, mert én vagyok a visszaengedő mester. Azaz énre szortam. Pancsolj. De szép, bassza meg. Szia, pontyocska! Ennyi. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A következő részben tartsatok velünk, az otthoni ponthorgászat. Sziasztok!